2020-ban idestova 10 éve indult el a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program adománygyűjtése az egész Kárpát-medencében. A magyar gazdák ennek során gabonájuk egy részét nemzeti összefogással a rászoruló anyaország és külhoni magyar gyermekek ellátására adományozzák. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ebben az esztendőben Lajos Komáromban rendezte meg a hagyományos búza összenőnte ünnepet, aminek vendége volt Jakab István, az országgyűlés elnöke, a MAGOSZ elnöke is. Pontosan 10 esztendeje, amikor útjára jött ez a valamennyünk számára nagyon fontos és lélekemelő program, ünnepez azért, mert van a gazdatársadalomban egy erős összetartás, figyelünk egymásra, a gazdák segítik egymást. Ünnepez azért is, mert a kormánnyal egy nagyon korrekt, nagyon jó szakmai kapcsolat van. Azt gondolom, hogy az agrárpolitikát ma a gazdatársadalom, a MAGOSZ, kamara, kormány összefogással tudjuk alakítani. Ünnepez azért is, mert az Európai Bizottságban, illetve most már az állam és kormányfők döntése alapján van költségvetésünk a következő 7 esztendőre, megszületett a megállapodás, és jól sikerült a tárgyalásokat végigvinni, eredménnyel zárult számunkra is. Azt gondolom, hogy van ok az ünneplésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Gazdakörök Országos Szövetsége kézenfogva jár a kormány agrárpolitikájával. Én azt gondolom, hogy ez óriási eredmény. Egy, amiről most Nagy István miniszter úr tárgyal, a zöld programról, a MAGOSZ véleménye mi erről? Így igaz, együtt egyeztetünk, mert nem lehet a kormánynak sem más az érdeke, mint ami a gazdának, mint a vidéki embereknek, mint minden magyar polgárnak, hogy egy magasabb minőségű élet legyen osztályrészünk. Én azt hiszem, hogy ezért mindent megtettünk és megteszünk. A párbeszéd sokkal jobban a megoldáshoz vezet, mint az állandó, feszült hangulatú viták sorozata. Azokon rég túl vagyunk, több mint 10 esztendeje, most építkezés van és dolgozunk. Egy az, hogy milyen lesz majd az unió támogatási rendszere, annak a részleteiről most készül majd a szabályozás. Mi túlzónak tartjuk azt a közel 30%-os ökológiai gazdálkodásra való átállást, amit a Green Deal meghatároz. Túlzónak tartjuk azt, hogy a növényvédőszerek, műtrágyák 50%-ára való csökkentése megvalósuljon. Túlzónak tartjuk azt, és ez a legnagyobb tragédia számunkra, ez tragédia, kiemelem és aláhúzom, hogy az Európai Unió a harmadik országokból beáramló élelmiszer alapanyagokat vagy élelmiszereket nem kívánja minősíteni. Tehát számunkra minden peremfeltételt meghatároz, az ide beáramló termékek esetében pedig abszolút engedményeket ad, abszolút engedményeket, mi pedig azt várjuk el, hogy amit itthon tőlünk megkövetelnek, azt a harmadik országokból beáramló áru esetében az előállítás helyén ugyanolyan szigorú feltételeket határozzanak meg, mert akkor leszünk pariba, akkor leszünk versenyképesek. Az összetartozás évében ez a program, az a mai Lajos Komárom, én azt gondolom, hogy megtisztelő és felemelő mindenképpen. 15 millió búzaszem, és a teljes Kárpát-medence figyel rám. Ez a program 10 éve indult, akkor 10 tonna gabona gyűlt össze. Ma az elmúlt esztendőről elmondhatjuk, hogy 791 tonna gabona gyűlt össze a múlt esztendőben. Én úgy érzem, hogy most közel leszünk az egész Kárpát-medencét figyelembe véve az 1000 tonnához. Közel leszünk hozzá, a gazdák adakodó kedve jó. Azt kell tudni még a programról, hogy Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, a MAGOSZ átvette ennek a programnak az irányítását, az alapítványt a MAGOSZ tulajdonába került, és nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy a gabona gyűjtés, emellett a tehetséges fiatalok felkarolása, esetlegesen egy-egy ösztöndi biztosítása tehetséges fiatal számára, hogy visszamenve segítse a saját gazdák köreit, azokat a gazdákat, akik erre rászorulnak. Nos, visszatérve, nekem az a meggyőződésem,
hogy mint ahogy a 15 millió búzaszem liszté őrölve a kenyérben, a magyarok kenyerében egyesül igazán, ugyanúgy hiszem, hogy a magyarság valamennyi a 15 millió magyar egy nemzetté egyesül. Egy kenyéren vagyunk, közös a sorsunk, közös a sikerünk, közös a kudarc, közös a bánat és közös az öröm. Felelősek vagyunk egymásért, és ezért kiki a maga lehetőségei és ereje alapján tesz. Ez a program úgy működik, hogy senki nem kért senkitől semmit. Ez a gazdák indították el, gazdák karolták fel, gazdák vitték sikerre, és azt hiszem, hogy ez ma már a nemzet összetartozásának az egyik pillérévé nem esült. Kis Norbert, a Gazdakörök megyei elnöke az első pillanattól kezdve szervezi a Mezőföld gazdáinak szolidaritási akcióját, amely ma már a diaszpora teljes gazdaközösségét felöleli. A Mezőföldre jellemző ez az összefogás. Ezen a térségen nem panaszkodunk egyrészt a területünkről, mert az idei évben is országos átlaghoz képest magasabb termésátlagokkal takarítottuk be a növényeket. Az összefogás az nagyon jól látszik most itt a mai rendezvényen, hogy körülbelül 100 gazda fog itt részt venni, és úgy tudom, csak a mezőföldi részen több mint 100 gazda adományozott buzát ahhoz, hogy a Magyarok Kenyere program sikeres legyen ebben az évben is. A megye többi részéről is jönnek adományok. Három helyen gyűjtöttük a megyében a buza adományt. Az idén már lehetett pénzbeli hozzájárulás is adni, tehát hogy a minőségi buza megmaradjon, tehát olyan gazdálkodóktól vásároltuk meg a buzát ennek a pénzadománynak az ellenértékeként, ahol jó minőségű buzát kapunk, és a megőrölt liszt az minőségi liszt lesz. A térség országgyűlési képviselője Varga Gábor köszöntőjében kiemelte, hogy a nemzeti összetartozás évében hangsúlyoznunk kell, hogy mi, a világ magyarsága, egy kenyéren vagyunk, amely 15 millió búzaszemből áll össze a nemzet testévé, és amelynek kovásza az összefogás ereje. Amit a jóisten adott, azt a gazdák meg szokták becsülni. És a mezőföld az az ország éléstára. És ez a mostani aratás, én azt gondolom, hogy egy ilyen jó közepes termést adott, és a gazdák mindig gondoskodtak és gondolkodtak arról is, hogy ne csak nekik jusson, hanem vissza is juttassanak azoknak, akik esetlegesebben szükségét szenvedik azoknak, amiben ők esetlegesen bővelkednek. A mezőföld híres volt arról, hogy a jó minőségi búzáját messze földön keresték, és én azt gondolom, hogy ez egy ikonikus dolog, hogy itt Lajoskomáromban, ezen a búza összeöntésen, a különböző települések idehozott búzáját összeöntve egy olyan jelképet adunk az országnak és ennek a nemzetnek, hiszen itt folynak össze ezek a búzaszemek, hogy innen induljon ki újra az a jótékonysági akció, amely ezt a búza összeöntést annak idején létrehozta. Országgyűlési képviselőként ez mennyiben jelent önnek megerősítést? Mindenképpen, hiszen az országgyűlés első ciklusában mi 2010-ben a nemzeti kormány felállásával, mi ezt deklaráltuk is, a nemzeti összetartozás napjával, a külhoni magyarság állampolgárság megadásával, és egy csomó olyan intézkedéssel, amelyet minden évben megerősítünk. Hogyha értő és halló fülek vannak, akkor nem csak a gazdaságsegítő programokat lehet látni, hanem azt a nagy nemzeti összetartozási programokat, amelyek nem csak határon belülről indul kifelé, hanem a külső nemzetrészeket érint. Itt nem csak gazdasági, hanem kulturális és más egyéb dolgokról is szó van. És ez különösen igaz azokon a részeken, ahol fejlett mezőgazdasági kultúrával rendelkeztek, illetve rendelkeznek a külhoni gazdák, és mi ezeket a NAKON, illetve a Magoszon keresztül is élő kapcsolatként tartjuk számon, és próbáljuk fenntartani és segíteni a külhonban élő gazdákat is. A Fejér megyei kormányhivatal számára kivételes lehetőség és öröm, hogy segíthetik a nagyívű és mélységesen emberi segélyprogramot, hangsúlyozta Tanárki Gábor igazgató. Úgy gondolom, a nemzeti összetartozás mindenkor fontos, de kiemelt időszakokban különösen fontos.
Magyar történelem során láthattuk azt, hogy mindig a nemzeti összetartozás volt az, amely átsegítette az országot a különböző problémákon és nehézségeken. Úgy gondolom, ha ez jól működik, és a magyaroknak sikerül összefogni, és ennek a szellemében kifejteni a tevékenységüket, akkor szilárdan állva jelent talaján, a múlt értékeivel magunkat felvértezve és a jövőbe tekintve újabb eredményeket tudunk elérni. A Fejér megyei kormányhivatal részéről természetesen minden segítséget és támogatást megadunk a gazdáknak annak érdekében, mind szakmailag, mind jogi segítséget, hogy a tevékenységet minél eredményesebben és jól fejtsék ki, és reméljük ez a magyar társadalom, a magyar emberek megelégedésére szolgál a jövőben is. Kauzerné Szabó Virág úgy véli, az ifjú gazdák számára példa az összefogás, ami egy ilyen programot kiteljesít, hiszen egy olyan jövőképet vetít a fiatalok elé, ami felelősségre hív. Úgy gondolom, hogy a fiatalok számára is ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hiszen az egész magyarságra kiterjed, és a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás és a rászorulók megsegítése ugyanúgy a fiataloknak is feladata és kötelessége. Ezért én a gazdakörben bátorítottam minden fiatal gazdát, hogy csatlakozzon ez a kezdeményezéshez, és így minél több búzát tudjunk mi is összegyűjteni és adományozni a Magyarok Helyére programban. Varga Imre István, a Kamara megyei elnöke hangsúlyozta, a gazdaságtársadalom ismét bizonyosságot adott összetartozásáról, segítő szándékáról. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ immáron már 10 éve indítja újra minden évben a Magyarok Kenyere programsorozatot. Itt Fejér megyében a búza összeöntés programja Lajos Kamáromba kerül megszervezésre. Ezt követően még augusztus 20-áig lesz lehetősége a gazdáknak búzaadományokat vagy pénzadományokat felajánlani, ahhoz, hogy a kárpátaljai rászorulóknak el tudjuk juttatni. A program sikerességét tükrözi, hogy már nem csak kárpátaljai rászorulóknak, hanem hazai karitatív szervezeteknek is tudunk eljuttatni ez ebből az adományokból, így olyan széles körben tudják a gazdák támogatni a rászorulókat, hogy az Kárpát-medencei szinten kiemelkedő. A program Kárpát-medence magyar gazdáihoz is kötődik, ők is aktívan részt vesznek a programban, gyűjtést is szerveznek, és karitatív jelet mellett még van egy nagyon fontos háttere a programnak, ami a gazdáknak az összekovácsolódását jelenti, tehát ez nagyon jól tükrözi a magyar gazdáknak az összetartozását határon belül és azon túl is. Záró gondolatában Jakab István bizakodva tekintett a jövőbe, hogy az adományozók számára és az adományok mennyiségének növelésére tett felhívásuk teljesülhet 2020-ban is. Kedves gazdatársak, innen Lajos Komáromból és a megye többi részéről, engedjék meg, hogy az első szavam a köszöneté legyen. Köszönöm mindenkinek, aki ezen a csodálatos napon, ezen a nagyon szép ünnepen elhozta a gabonát, aki adakozott egy program keretében, aki átérezte azt, hogy a szükséget szenvedő embereknek mit jelent a segítség, az önzetlen, őszinte, tiszta lélekkel adott adomány. Kedves barátaim, sok adat elhangzott ma már a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programmal kapcsolatban. Engedjék meg, hogy előjáróban azzal indítsam rövid emlékező beszédemet, hogy egy nagyon jeles évforduló van ma, több jeles évforduló. 100 esztendővel ezelőtt tépték darabokra hazánkat. Egyharmadnyi része maradt meg a nemzetnek, és 10 esztendővel ezelőtt indult az a nemes kezdeményezés. A gazdák indították, nem felső utasításra, nem közpénzből, nem állami pénzből, hanem saját pénzből, tiszta szívvel, egybehangzó akarattal. És a nemzeti összetartozás évében, úgyis, mint az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja, számomra egy külön lehetőség és egy különleges érzés itt állni önök előtt, és megköszönni azt,
hogy a 10 esztendőn keresztül mindig partnerek voltak, mindig társak voltak, és mindig szövetségben tudtunk dolgozni. 10 esztendővel ezelőtt 10 tonna gabona gyűlt össze, Baranya megyéből indult ez a kezdeményezés. Nagyon nemes, nagyon szép kezdeményezés volt. Az elmúlt esztendőben 791 tonna gabona gyűlt össze. Elnök úr már említette, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átérezvén azt, hogy ez a program egy gyönyörű program, egy nemes kezdeményezés, de hogy igazán kiteljesedjen, hogy ez a magyar nemzet összetartozását is erősítse, ahhoz egy átütő erő kell, ahhoz nagyon nagy szervező erő kell, és ahhoz komoly források is szükségesek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentős összegekkel járult ehhez hozzá. A MAGOSZ úgy szintén bekapcsolódott, jelentős összegekkel járultunk hozzá, és amikor átvettük az alapítványt és átvettük a program vezetését, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy nem csak az anyaország, hanem ez a program a Kárpát-medenceiben élő magyar gazdák olyan programja, olyan ünnepe legyen, ami az itt élő valamennyi honfitársunk számára egy jobb minőségű élet megéléséhez hozzájárul. Azt hiszem, ez a cél teljesült. 5700 adakozó volt az elmúlt esztendőben. 5700 gazda hozta el az adományát, a búza adományát. 2100 gazda ebből a határon túlról adakozott. És ma azt mondhatom, ismerve a gazdák szándékát, akaratát, a járvány, a világjárvány nehézségei ellenére is, ismerve azt, hogy a határon túl mennyire szervezetten dolgoznak a gazdák, hogy jelentősen meghaladjuk majd a 800 tonnát ebben az esztendőben, de én azt nyugodt szívvel merem mondani, hogy nem leszünk távol az 1000 tonnától. És azt hiszem, hogy itt majd megállhatunk. És az a célunk, hogy ez az adomány hasznosuljon. Hogyan történik ez? Úgy történik a programbonyolítás, hogy több mint 80 gyűjtőponton gyűjtjük az országban a gabonát. Ez a gabona őrlésre kerül a malmokba. Itt a malmok vezetői és tulajdonosa is nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kisebb költséggel tudjunk nagyobb mennyiségű liszttel segíteni majd a rászorulóknak. A megyékben, itt az anyaországban a rászoruló szervezet, rászoruló emberek, a rászoruló közösségek számára karitatív szervezeteken keresztül juttatjuk el az adományokat. Határon túlra úgy szintén. Majd lesz egy országos adományozási nap is. De térjünk vissza egy pillanatra az eseményekhez. Minden esztendőben más-más területén a Kárpát-medencének megszervezzük a búza szentelését. Most ebben az esztendőben Csíksomjón sajnos a járvány miatt csak virtuális módon tudtuk ezt megoldani, de papjaink ott voltak, az áldás megtörtént, és ezt láthatta az egész Kárpát-medence, de láthatták a diaszpórában élő magyarok is. Hisz mindenkihez eljuttattuk a hírt, és mindenki tudja, hogy ez a program létezik, és egyre többen csatlakoznak hozzánk. Ezt követően a megyékben és a határon túl is megindult az adományozás, és meg lesz a jövő hét péntekén, július 31-én a Kárpát-medencei búza összeöntés és áldás napja. Ezen a napon a Kárpát-medence minden régiójából elhozzák az adományaikat a gazdák, egy-egy zsák, egy kisebb zsák gabonát.
Minden magyarországi megye képviselői úgy szintén elhozzák a gabonát, amit ehhez hasonló módon összeöntenek, és már mint megáldott gabonát hozzák el. Ott az összeöntött gabonára elhelyezzük a Tisza forrásától érkező vizet, elhelyezzük a Parajdról érkező sót, és most az idén a Felvidékről hozzák a gazdák, a delegáció a kovászt. Az áldás követően a szarvasi száraz malomban, három lúvontatású száraz malomban, az őrlés a fizikai valóságban is megtörténik. És mindezt az eseményt két órás élő internetes közvetítéssel juttatjuk el mindenkihez, az egész világban. Több mint 300 e-mailt küldtünk szét a diaszpórában élő magyarságnak is. Ezért mondjuk azt, hogy a magyar gazdák önzetlen és egy nagyon nemes kezdeményezése ma már a nemzet egyik tartó pillérévé vált. Hisz az a 15 millió búzaszem, ahogy liszt őrölve a kenyérben ölt testet egyesül, úgy a 15 millió szétszóratott és olykor gyakran megalázott magyar a nemzetben képes egyesülni. Azt hiszem, hogy a nemzeti összetartozás évében ez egy csodálatos gesztus a magyar gazdák részéről, amit illő módon köszönünk meg. Hisz a magyar gazda mindig tudta, hogy a megtermett terményből jó szívvel kell, hogy adjon a rászorulóknak. Mert hisz mindenkinek élni kell, és ehhez, ha jó Isten megadta a termést, akkor hozzá tudunk járulni. Nem feledjük, mit jelent, hogy egy kenyéren vagyunk. Nem feledjük, mit jelent, hogy egy az öröm, egy a bánat, egy a kudarc, egy a siker, és mi egy kenyéren lévén mindig kiki képességei, ereje szerint járul hozzá ahhoz, hogy a család közösen tudjon mindig kenyeret tenni az asztalra. Így teszünk mi, amikor a kenyeret a nemzet asztalára tesszük. Amikor eljuttatjuk a lisztet Csaba testvér árváinak Erdélybe, amikor eljuttatjuk Kárpátaljára, ahol most a legnagyobb szükséget szenvednek az emberek. Eljuttatjuk a lisztet úgy, hogy az ottani református közösségnek a sütődéjében, egész esztendőben a magyar lisztből, a mi adományunkból sütik a kenyeret. És mindig van kenyér, minden egyes rászoruló ember asztalán. Hát, kedves barátaim, ezért van ez a hihetetlen nagy összefogás, és én azt hiszem, hogy mi a magyar gazdatársadalom példát adunk a nemzetnek, de példát adunk Európának is. Lehet bennünket minősíteni, lehet alaptalanul támadni, mi tiszta kézzel, tiszta szívvel, tiszta lélekkel nézünk mindenki szemébe, és állunk mindenki elé. Én még egyszer nagyon hálás szívvel köszönöm meg az adományokat, és Isten áldását kérem munkájukra, életükre, és további nagyon szép ünnepet kívánok. A termény ökumenikus szertartás keretében történő megszentelése alkalmával a katolikus, evangélikus és református áldással kísért ünnepségen az esemény rangjához méltó műsor várta a gazdákat, Kulcsár Imre vezetésével a Sárét Népi Együttes lépett fel Kárpát-medencei táncaikkal.